Kisebb és nagyobb horgolt gömbök, amelyeken ízlésesen a ceglét felirat is megjelenik. Egyebek között ezekkel a szép díszekkel készül a Turinform iroda adventre. A gömbök mellett horgolt csengőket és más a karácsonyhoz kapcsolódó motívumokat is lehet vásárolni. A Turinform iroda által kínált ajándéktárgyak nagyon népszerűek. Szeretik a ceglédi tányérokat is, van egy zalai fazekas, aki az épületeket készítette, a ceglédi épületeket rajzolta meg tányérokon, bögréken. Ez a készletünk éppen kifogyott, úgyhogy az adventi vására készítünk. Állandó készlet ugye a hűtőmágnesek, ami a város nevezetességeit mutatja be, de minden rendezvényhez kötődően van hűtőmágnesünk, így a téli városképről, az adventi jégpályáról, a Pöttyös Gyereknapról, a Vágtáról, a Laska Fesztiválról, és ezeket is nagyon szeretik. A karácsonyhoz kapcsolódó ajándéktárgyakat, díszeket az adventi vásáron is meg lehet majd vásárolni. A Turinform irodában pedig egész évben várják a vevőket, például Kossuth sörrel, ólomkatonákkal, pólóval, fazekas termékekkel és a ceglédről szóló könyvvel is. Valamint ezekkel a kis kitűzőkkel, aminek 500 forint darabja, és aki vesz belőlük, a Madártani Intézetet támogatja. Az iroda arculata, az ajtón látható motívum is megváltozott az elmúlt hetekben. Erről is beszélt Détári Lukács Ágnes. A trikolor volt fehér alapon a Turinform irodáknál piros betűvel. Ez fölváltotta egy teljesen új arculat, egy modern, minimalista stílusú arculat, és letisztultabb lett a kép is. Egy ilyen magentához hasonló, majdnem piros a domináns az arculatban. A tábla is változott, illetve a magára a bejáratokra is egy ilyen városokat, falvakat imitáló kis matrica került ki, ahol a épületeket lehet látni. A Turinform irodák kinézete tehát mostantól egységes az egész országban.